Bonyhádváros önkormányzata a kormány jóvoltából több mint 216 millió forintot költhet útburkolatjavításra a városban. A visszanemtérítendő támogatásból összesen 5 utcát újítanak fel. A képviselőtestület már döntött arról, hogy mely utcák lesznek felújítva ebből a forrásból, hiszen felmértük már előzetesen, hogy melyik utcákban van leginkább szükség arra, hogy új burkolatot kapjon. Ezek a Jókai Mór utca, a Hoffer Károly utca, a Vasvári Pár utca, a Táncsics Mihály utca és a Nádasdy utca. A közbeszerzési eljárás 4 utcának tekintetében már zajlik, december 13-án lesz a bontása, akkor tudunk eredményt hirdetni. A tervezői dokumentáció az már készen van, illetve a műszaki ellenőrt is kiválasztotta a képviselőtestet, tehát gyakorlatilag minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket az utcákat felújítsuk. Egyedül az időjárás befolyásolja majd ezeknek a kezdetét, úgy tervezik, hogy 2022 tavaszán, amikor az aszfaltüzemek beindulnak, akkor megkezdődhetnek ezek a munkák. A Jókai és a Hoffer Károly utcában kezdődik majd a felújítás, és szeptemberig szeretnék befejezni valamennyi útnak az útburkolatjavítását, tette hozzá Filóné Ferenc Ibolya polgármester. Közel 2 kilométerről beszélünk összesen az 5 utca tekintetében. Itt teljes útburkolatjavításról, szegélyezésről van szó. A Nádasdy utca az, amelyik egy kicsit komplexebb felújításra szorul, hiszen ott nem csak az útburkolatot fogjuk kijavítani, hanem a csapadékvízelvezetési problémákat is szeretném megoldani. Erről majd a későbbiekben a képviselőtestület dönt, hogy pontosan milyen műszaki tartalommal valósul meg a felújítás. De nem csak a belváros szépül meg Bonyhádon, az önkormányzat az idei évben pályázatot nyújtott be az Agrárminisztériumhoz a zárt kerti földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására. Ennek a pozitív eredményéről számolt be Kozma Anikó, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője. Sikeres volt, 24.879.300 forintot nyertünk ezen a pályázaton, és ebből 3 önkormányzati földes utat szeretnénk felújítani. Az Óhegy Felső utcát, ez egy 630 méter hosszú útszakaszt jelent, az Óhegy Kadarka utcát, ez 410 méter hosszúságú utca, és az Úrihegyen pedig a Buzavirág utcát, ami 300 méter hosszú utca, ez összesen egy 3350 négyzetméter felületet jelent. A műszaki tartalom ennek egy darált beton alaprétegen zúzott kőfedőréteg kerül kialakításra, kétoldali földpatka rendezéssel és a csapadékvizet pedig földfolyókával fogjuk elvezetni. És ezen kívül egy vadkerítést fogunk építeni. A 2018-as nyertes pályázatunkkor megvalósult egy őshonos szilvafás telepítés, 125 szilvafát telepítettünk. Ezt a területet fogjuk bekeríteni vadkerítéssel, ez körülbelül 350 méter hosszú kerítést jelent két kapuval, és ide két vadkamera kerül elhelyezésre. Egy 2014-ben elnyert pályázati összegből már az Óhegyen a Tanyasor és az Óhegy Felső utcának egy 370, illetve egy 550 méteres szakaszát felújították, és most ennek a területnek az útburkolatjavítását folytatja tovább az önkormányzat az elnyert támogatási összegből.